A kultúra a mindennapi emberi létezés minősége. Ezt a címet választottuk ennek a beszélgetésnek. A Magyar Kultúra Napja alkalmából beszélgetünk a kultúráról, mindennapjainkról. Először talán azt kellene körbejárjuk, hogy mit is jelenthet a műsor címe. Mi a kultúra? Ennél nehezebb kérdéssel ekkora műsorterjedelemben nem is lehetne kezdeni, hiszen se szeri, se száma a kultúra értelmezéseknek, és a kultúra tudomány nem általja ezt a maga bőségében taglalni, tehát amerre nézünk, kultúra értelmezések tömkelegével találjuk magunkat szembe. Amit szépen elhatároztunk, hogy semmiféleképpen nem fogunk beszélni itt ehelyt a Maslow-féle szükséglet piramisról, de egyebekben miért ne beszélhetnénk róla, hisz ebből kétségkívül megfejthető, hogy hol helyezkedik el körülbelül a kultúra. Az átlag ember, illetve az emberek többsége, hogyha kultúra szót hallja, akkor a művészetekre gondol. Hiszen mindenki azt mondja, hogy színház, festmény, könyvek, a művészetekre gondol, ami a kultúrának egy szelete, egy nagyon fontos szelete, de csak egy szelete. És ez a cím, amit választottunk a beszélgetésnek, az emberi létezés minősége kifejezés, ez talán kifejezi ezt a sokrétűséget, hiszen a létezésünk, a mindennapjaink minősége, a hogyanja, hogy hogyan éljük meg az életünket, a kultúránk. Na most akkor beszéljünk talán egy kicsit erről az emberi létezésről, hogy mit is jelenthet számunkra a minőség. Az nem baj egyébként, hogy elsőre a művészetekre asszociálnak a legtöbben a kultúra szó hallatán. Azért nem baj, mert azt a leglényegét, ami az emberi létezés minősége kifejezésben is ugyanúgy megjelenik, azt tökéletesen megjeleníti a művészet, azaz, hogy mindaz, ami elemel bennünket, mint élmény a hétköznapokból, tehát felemel egy kicsit a fölé. A valóságból kiemel minket, ugye? Van erre egy nagyon szép Vas Albert gondolat. Kicsit félünk talán Vas Albertet idézni, ami szerintem butaság, és Vas Albert gondolatai valamennyünk számára örökérvényűek és fontosak lehetnek. Légy kedves, ezt a Vas Albert idézetet mondd el. A kultúra nem azt jelenti, hogy fogkeféd van, és meg tudod indítani a gramofont. A kultúrált ember látni és érezni tudja a szépet és a jót. És ha az első fele ennek a mondatnak, gondolatnak előttünk van, hogy nem azt jelenti, hogy fogkeféd van, és el tudod indítani a gramofont, akkor ez mindjárt átlök bennünket az alcímben kifejezett első témára, a bizonyos komforteszményű világra, amiről azt gondolnánk egyébként, hogy korunk terméke, későbbiekben még szót ejtünk bővebben erről, de ebből látszik, hogy már Vas Albert is ezt fogalmazta meg a maga módján, hogy nem napjaink termékével van dolgunk. Hát a valóság és a korunk eszménye, a komfort azért mindig is az emberi igény volt, és ne legyünk farizeusok, nem mondjuk ki azt, hogy nincs erre szükség, hiszen az embernek szüksége van arra, hogy jókat egyen, hogy finom italokat igyon, hogy kellemes környezetben éljen, de valamiért kicsit többre is szüksége van. Talán a valóságról kéne beszélni, hiszen a valóságunk, a napjaink valósága az, hogy ebben a komforteszményű világban a fogyasztásra vagyunk determinálva. Tehát akkor éljük meg az emberi életünket, hogyha fogyasztunk. Legalábbis ezt mondja nekünk az a hatalom, vagy az az érdek, aki azt akarja, hogy vásároljunk, hogy költsünk el a pénzünket. Tehát ez a
komforteszményű világ, ez egy kicsit be is zár bennünket, és azt gondolom, hogy ezzel szegényebbek leszünk, hogyha nem próbálunk ebből kitörni. Ladányi Mihály írja azt, hogy nem luxus limlomokra vágyom, csak hogy emberi módon éljek. Na most mi az emberi módon való élet? Lehet, hogy valakinek az, hogyha minden vasárnap rántott húst teszik, finom ételeket, szép pörköltöket főz, jól érzi magát, tehát kielégíti azt a szükségletét, hogy tele legyen a pocakja és finom ételeket egyen, de van, akinek ennek több is kell. Tehát van, aki többre is vágyik, és a valóság, ugye ez is egy fontos és érdekes dolog, hogy a valóság az élethez túl kevés. Ezt egy Zorán dalban énekelhetjük, Dusán írta ezt a szöveget. Tehát a valóság az élethez túl kevés, és ezt már megírta szerintem József Attila is, aki arra kérte Thomas Mannt, hogy az igazat mond, ne csak a valódit. A valóság talán mindenkorban egy kicsit földhöz ragadt volt, és az embert bezárta, de ki tudunk-e vajon ebből törni? Igazából én nagyon szeretném, mert épp a kérdésedben megfogalmazottakra a válasz, hogy mitől lesz több az életünk, mint a komforteszmény valóra váltása. Egyáltalán zavar engem az, önmagában az nem volna baj, hogy törekedjünk az életünkben a minél teljesebb komfort megteremtésére, legyünk igényesek a környezetünk kialakításában, az életünk alakításában, de azért ne ebből csináljunk eszményt. Tehát a probléma ott áll elő, hogy ez válik eszményi céllá, és hát azért nem az. Azért szeretném, mert a kérdésre a válasz benne van ennek a Ladányi versnek a folytatásában, hogyha tovább mondanád ennél az első sornál, amely úgy kezdődött, hogy nem luxus limlomokra vágyom. Hát örömmel. Tehát Ladányi Mihály emberi módon. Nem luxus limlomokra vágyom, csak hogy emberi módon éljek. Munkám legyen az én lakásomhol nyugalom, és rend fogad. Ha lesz vezérem, olyan legyen, hogy felnézhessek rá. Szegényebb legyen nálam, s hogy becsülhessem, dolgosabb. Ha melegedni vágyom, nem az egyedül engem melegítő fészek a vágyam, hanem olyan világ, hol összebújhatunk, mint az állatok, ha itt a fagy. Mert hideg van az emberek között, ha csak az öklök izzanak, mert megfagyunk mi indulatainkban. Csak az értelem radiátoraiból dőlhetne ránk meleg. De nem szerethetjük egyszerre a haldoklót és a keselyűt, mely fölötte kereng. És azért is nagyon jó, hogy ez a vers így a teljességében is elhangzott, mert annyi gondolatot vet fel ebben a rövidke néhány sorban, hogy ebből az egész beszélgetésünket végig lehetne vinni. Itt van például ez a fél mondat, amely minket összeköt a következő kis vázlatpontunkkal, hogy megfagyunk mi indulatainkban. Azt tudjuk, ugye, és azt hiszem, hogy éppen ez veszteség a kultúrának, hogy ahogyan a fogyasztói elveket az arcunkba tolják nap, mint nap, elég bemennünk egy bevásárlóközpontba, a minőségi kultúrát nem tolják az arcunkba, annak utána kell mennünk valamilyen formában. Igazából elég, ha csak az érdeklődésünk nyitott ez irányba, én bízom benne, hogy megtaláljuk. Hogy más nem mondjak, még a közösségi médiában is van minőségi irodalom, minőségi olvasnivaló, de érte kell nyúlni, meg kell keresni, és meg kell találni, és ami nagyon fontos, hogy ne tévedjünk el az értékválasztásban, és ne üljünk fel a megfagyunk mi indulatainkban öngerjesztő mechanizmusának, és erre én szeretnék a közelmúltban olvasott élményt megosztani a
kedves nézőkkel, hallgatókkal. Van egy mindkettőnk által jól ismert személyiség, Luther Imrének hívják. Luther Imre a Magyar Versmondók Egyesületének az elnöke, emellett ő előadó művész, Bánfi és Radnóti díjas előadó művész, műsorvezető, a televízióban van beszélgetős műsora, készített egy szubjektív évértékelőt 2020-ról. Ő több felületen is jelen van. A Facebook oldalán általában verseket népszerűsít, vagy más műveltségi tartalmakat. Beszélgetős tévéműsorában, YouTube csatornáján szintén ilyen tartalmakat közvetít. Ezért azt gondolnánk, hogy az a közösség, amely őt követi ezeken a felületeken, eleve egy abszolút a kultúrára érzékeny, arra éhes, ha úgy tetszik, válogatott közönségréteg. Ehhez képest ő maga döbbenettel tapasztalja, hogy mennyire megfagyunk mi indulatainkban, ahogyan Ladány írta. A következőt írja. Televíziós műsoromban, ha egy köztudottan jobboldali értékrendű emberrel beszélgetek a képernyőn, akkor bizonyos hozzászólók hányás jeleket pakolgatnak a kommentekben, még mielőtt egyetlen kockát is láttak volna abból a műsorból. Ha vélhetően egy baloldali értékrendű emberrel beszélgetek, akkor a másik oldal elintézi ezt azzal, hogy soha nem hajlandó ezt a tévécsatornát megnézni, és lassan belefáradok abba, mondja ő, és ez egy nagyon fontos gondolat, azt gondolom, lassan belefáradok abba, amit Karinti is tesz az előszóban, hogy megmagyarázzam egyenként, mindenkinek külön-külön azt, ami evidens, hogy a kultúra, az érték nem csatorna függő, de még csak nem is ember függő, hanem mindenki fölött áll egy objektív mérce, amit soha nem taposhat sárba egyetlen olyan ember sem, aki azt gondolja, hogy a billentyűzet vagy a telefonja révén neki joga van bárkire hányni. Nem bírálunk úgy másokat, ha mi magunk semmi olyat nem tettünk, amire mások felfigyelhettek volna pozitív értelemben. Hát igen, a Facebook magánya, még akkor is, hogyha mindenki látja, és mindenki tudja, hogy ki mond véleményt, egy kicsit felszabadítja az emberekben a gátakat, és azt gondolják, hogy bármi olyat írhatnak és mondhatnak, amit hogyha presszóban szemtől szembe beszélgetne valakivel, akkor nem tenné meg, nem mondana neki olyat, csak ott a képernyő előtt úgy tűnik, hogy bármit megtehet. Igazándiból ez is a kultúránknak egy nagyon fontos része lenne, hogy a média világában, illetve az online térben hogyan viselkedünk. Említetted nagyon helyesen, illetve ez az idézet is arról szól, hogy nem tolják az arcunkba a kultúrát senkinek az arcába, és választani kell, illetve ha választani kell, akkor mindenki a könnyebb, vagy az egyszerűbb, vagy a számára kedvezőbb dolgot választja. És akkor itt jön egy kicsit a mi felelősségünk és a mi dolgunk. Ugye a Magyar Kultúra Napja nem a kultúrában dolgozók ünnepe, tehát ez nem egy szakmai nap, nem olyan, mint a pedagógus nap, ahol a tanárokat köszöntjük, vagy a szemövesz nap, ahol az orvosokat. A Magyar Kultúra Napja az valamennyiünk ünnepe, valamennyiünk napja, mindazoké, akik a magyar kultúrához tartozónak érzik magukat. Ezért az az életünkről szól. De vagyunk itt néhányan, akik a kultúra közvetítéssel, vagy művelődés szervezéssel, vagy ilyen olyan dolgokkal foglalkozunk. Nekünk mi a dolgunk, és nekünk mi a felelősségünk ebbe, hogyha nem tolják az arcunkba az értékest, de ha van esetleg igény rá, akkor mi mit tudunk tenni érte, vagy
teszünk-e érte megfelelő módon. Ugye van az a nagyon szép mondás, hogy a mi feladatunk a közízlés kiszolgálása mellett a közízlés formálása is, és hát azt gondolom, hogy számtalan olyan programot megéltünk közösen is, amiben utána odajöttek hozzánk, akiket alig akartak eljönni, és alig akartak részt venni a programon, hogy de jó, hogy nem maradtam otthon, és eljöttem. Tehát számtalan ilyen színházéradás, vagy bármilyen rendezvény volt, ahol igenis azok, akik nagy nehezen mégiscsak eljöttek, megérték azt, hogy érdemes ide eljönni. Tehát akkor most beszélgessünk egy kicsit magunkról mégiscsak, bár nem a mi ünnepünk ez a nap. Kik vagyunk mi? Népművelők, közművelődési szakemberek, szociokulturális animátorok, vagy andragógusok, kultúra közvetítők, annyiféleképpen neveztek bennünket, ezek nyilván mintás, valami berendezkedés, vagy valamiféle ilyen-olyan megfogalmazások voltak. Akkor mi kik vagyunk? Kultúra közvetítők? Nekem a kultúra közvetítők szó tetszett az eddigi felhozatából, megmondom őszintén a legjobban. Holott én is elsőként népművelőnek tanultam, ott tréfásan mindig arról beszéltünk, hogy mert az a nép, aki megműveli. Tehát annyira világosan kiderült az, hogy a kifejezés nem igazán jó. Tehát ne higgyük azt, hogy mi volnánk azok, akik a műveletlen ember tömegeket majd jól megműveljük. Kicsit a kifejezés maga a népművelés, az egy ilyen lekezelő valami volt. Magam részéről azt, amikor a szakmai képzés az andragógia felnőtt képzés irányába ment el, azt én nem tartottam teli találatnak, nem a szakmánk teljességét jelenítette meg. Én sokkal inkább fontosnak gondoltam mindig is a közösségszervezést, amely hála Istennek most visszajön, mint kifejezés, a közösségszervezés, közösségfejlesztés. És amikor az egyetemi szakot elnevezték kulturális mediációnak, ami a kultúra közvetítést jelenti, akkor összecsaptam a kezemet, és azt mondtam, hogy Úristen, mi baj volt a kultúra közvetítő szóval, ami még ráadásul amellett, hogy nagyon helyes, én szerintem a mi szakmánk neveként, amellett még szépen szól magyarul. Én azt gondolom talán, hogy az a legtalálóbb. Amúgy pedig én azt hiszem, hogyha szakmánkra gondolok, akkor talán a legeslegfontosabb, amit ezzel kapcsolatban én érzek, az az, hogy azok, akik minél több egyéni sikert, személyes, egyes szám első személyű sikert szeretnének az életben maguknak kivívni, vagy elérni, azok a mi szakmánkban nincsenek jó helyen. A mi feladatunk, és én ezt a kifejezésrendszert nagyon-nagyon szeretem, ami tőled való, a mi feladatunk nem az, hogy saját magunknak főszerepet generáljunk, hanem a feladatunk az, hogy másokat hozzunk helyzetbe, másoknak tegyük alá a színpadot, a megnyilvánulásnak, a szereplésnek a lehetőségét, és erre van a te Untermann, a fogóember elméleted, és ide visz a tripla szaltó is a mi kis alcímünkben, úgyhogy kérlek, hogy ezt fejtsd ki. Annyit szeretnék még csak kiegészítésképp mondani, hogy hogy kultúra közvetítő nem feltétlenül csak főiskolai szakon végzett ember lehet. Tehát én azt gondolom, hogy egy közösségben, a közösség kultúrájának az irányítását, vagy vezetését, segítését bárki végezheti. Ez lehet a faluban a kocsmáros is, vagy a tiszteletes úr, vagy a tanár úr. Nyilvánvaló az, aki össze tudja gyűjteni az igényeket, esetleg ezeket tudja mozgatni, tud segíteni. Hát az Untermann, én az Untermannt azt nem saját gondolatom, ezt valakitől hallottam, de igenis én úgy gondolom, hogy mi Untermannok vagyunk. A fogó ember, aki a cirkuszi produkciókban a
az artista csoportban, aki tartja a vállán a többieket, vagy pedig a szaltóugrásnál megfogja a szaltót, a tripla szaltót ugró társát. Ugye van, aki tud tripla szaltót ugrani, van, aki nem. Van, aki nagyon jó Unterman, mert jó fogó ember, van, aki nem. Tehát nem biztos, hogy az Untermannak kell ugrani, és biztos, hogy nem az Untermannak kell ugrani a szaltót. A tripla szaltót ugró meg nem lenne jó fogó ember. De ő nélkülük, egyikük nélkül sem működik a produkció. Az igaz, hogy amikor a taps van, akkor a tripla szaltót ugró áll elől, ő a sztár, az Unterman hátul áll, de nélküle sem nem működik a produkció. Nyilván ezt meg kell élni, de ez, aki ezt szereti csinálni, és ezt fontosnak tartja, és hivatásának érzi, annak nem probléma, hogy nem őt tapsolják meg. Mondjuk akkor bosszantó egy kicsit, hogyha aki a tripla szaltót ugorja, nem tudja ugrani a tripla szaltót, és mégis őt tapsolják meg, és a fogó embernek a második sorba kell állni, de ezen túl vagyunk, szóval ez nem probléma annyira. Annál is inkább nagyon jó, hogy ez is szóba került, hogy nem csak a főiskolát vagy egyetemet végzett kultúra közvetítőkről beszélünk, hanem nagyon-nagyon sok mindenkiről. Így legalább a Magyar Kultúra Napja ünnepén ne csak arról beszéljünk, hogy a kultúra közvetítők mit művelnek ezen a földgolyón, hanem beszéljünk arról is, azokról az emberekről is, akiknek a tripla szaltó megvalósításában ugyanolyan fontos szerepe van, és nem mi vagyunk azok, mert semennyire nem értünk hozzá, hanem az a rengeteg ember, aki a mi hátunk mögött áll, és bennünket is segít. Most sem beszélgethetnénk itt, illetve mi beszélgethetnénk, de a kutya nem hallaná, hogyha nem állna a mögöttünk a Márk, aki ezt ennek hangot fogadni, aki ennek képernyőt fogadni, és mindazok az emberek, akik segítenek abban, hogy ezek megvalósuljanak, az összes háttér munkát végző munkatársunk. Akkor tehát köszönjük szépen kollégáinknak és mindazoknak, akik a háttérben segítik a munkánkat, hogy részt vesznek, és az ő számukra is fontos a mindennapi emberi létezés minősége. Én egy Juhász Gyula vers részletet szeretnék felolvasni, ami kicsit a mi rólunk szól, mi rólunk is szól, mi rólunk kultúra közvetítőkről, akiknek nem mindig sikeres a munkája, mert nem biztos, hogy el tudjuk érni a céljainkat, nem biztos, hogy az igényeket fel tudjuk ébreszteni, nem biztos, hogy a közízlést formálni tudjuk, de a mi mániánk az, hogy a közösség közéletébe, kulturális közéletébe beleszóljunk, és mindig megpróbálkozzunk a Sisyphus módszerrel fölgörgetni a kőre, követ a hegytetőre. Tehát egy Juhász Gyula idézettel szeretném én befejezni ezt a beszélgetést. Csak zenélj, ahogy tudsz, mél a hangfogóval, csak beszélj a csönddel, árnyal, csillagokkal, és ha másra hallgat, mint a többi ember, te beszélj tovább, a zengő végtelennel. Gyönyörű ez a vers. Én szeretném ezt a beszélgetést, a beszélgetésnek a végét egy kicsit felemelni. Ahogy mondtam is az elején, az is a dolga a kultúrának, hogy elemeljen bennünket egy kicsit a hétköznapoktól. Egyik kedvenc írómnak, Jókai Annának van egy rendkívül érdekes írása, az a címe, hogy a töve és a galja. Nem, ő maga is azt mondja, hogy nem epika, nem elbeszélés, nem próza, nem líra, nem dráma, nem esszé, de mégis én azt mondanám, hogy valami olyasmi, tehát majdhogy nem már egy dolgozat, félig meddig a tudomány peremén, ami egy kicsit a szellem magaslatait kéri számon, illetve mindazt, amit ebből elvesztettünk. És ehhez három 20. századi hatalmas nagy magyar írót és gondolkodót hív segítségül, és a következőt írja. Három égre függesztett fejfa,
három széltében hosszában betöltött kereszt. Érkezési sorrendben Várkonyi Nándor 1896-tól 1974-ig élt, Hamvas Béla 1897-től 1968-ig, és Kodolányi János, aki 1899-től 1969-ig élt. A születésük szinte egyidejű, még az első világborulás előtt. A kivonulásuk is csak nem azonos, átívelve a második nagy világborulást. A rendelkezésükre álló évtizedek száma a bűvös hét, szintén majdnem ugyanaz. Ők nyilatkoznak a legrokonibb módon magyar jelrendszerben ugyanarról, s mindhárman ott pihennek a feltárt és gondozott tő közvetlen közelében. Már nincsen munkaeszközük, fölöslegesült minden, amit oly biztonsággal forgattak, filozófia, vallásbölcselet, embertudomány, földtörténet, varázsos teremtőerő, a szólás és írás tehetsége már ugyan minek nekik. Nekünk kell a végtelen perspektíva, mert hogy egyre inkább úgy tetszik, karámból karámba terelnek minket, s mi hagyjuk magunkat. Ha egy gondolat végigvonul az évezredeken, s fölbukkan hol itt, hol ott, makacsul, az nem véletlen, az egybehangzás. Három ember szellem ránk hagyott hagyatéka, válogathatunk belőle közpréda, szerencsére és sajnos. De bizony mégis az egyenes beszéd a legnehezebb, hogy volt éden, és elvesztegettük. Legfőbb bizonyíték arra, hogy volt, a szörnyű hiányérzet. Az elveszett paradicsom, mondja Várkonyi, aranykor, mondja Hamvas, a vízözön előtti világ, mondja Kodolányi, nem röstellik, egy kinyilatkozást ismételnek. Korlátlan lét volt, ahol a látható világ természetes módon kiegészült a láthatatlannal. Az ember akkor harmóniában élt Istennel, a világgal és önmagával. És most, míg akkor halhatatlan lény volt az ember, hisz Isten volt félig, ezért tökéletes is volt, most pedig az ember halálra szánt, ön és közveszélyes, még az Isten sincs tőle biztonságban. Vissza tehát az egyenes beszédhez. Az ember nem ott kezdődött, ahol már kificamodott, lesüllyedt állapotában rátalált a tudomány. Mi azonban eredményeinket a lehanyatlott leletember félékhez viszonyítjuk, s az imígyen könnyedén kimutatható fejlődéssel ugyancsak nagyra vagyunk. A hagyományt egyezményesen lenézzük, ájultan fejet hajtunk kizárólag a tudománynak, mert a hagyomány korhol és ránk pirít, a tudomány viszont hízeleg nekünk. Hamvas, Várkonyi, Kodolányi, Isten reklámemberei, ha ez túl frivolul is hangzik. Állnak a dús tárház előtt, s mindenkit hívnak, aki arra vetődik, a másod már annyiszor bebóvrizott népséget szépen ékesen tessékerik beljebb. És a népség, ha egyáltalán megáll, csak a kirakatot bámulja, a fényes kínálatot az üveg mögött. Úgy tetszik, ide nincs valutája. Nem csak a leírónak, az elolvasónak is van feladata, hiszen már minden meg van írva, és megvalósítva szinte semmi. Tehát a feladatot, amit Jókai Anna ránk ró, hogy az elolvasónak is van feladata, és ne érjük be azzal, hogy a kirakaton keresztül bámulunk befelé, menjünk beljebb, fogjuk meg azt a könyvet, amit szeretnénk, olvassuk el, és tegyük meg azt, ami a mi feladatunk ebből.
egyebekben, aki kicsit sokallotta ebben Isten vagy a transzcendens jelenlétét, annak a kedvéért szeretnék egy Isaac Newton idézettel kedveskedni a végén, aki azt mondta, hogy aki belekortyol a tudomány kejébe, ateista lesz. Aki kiissza, a kehely alján megleli Istent. Köszönöm szépen a meghívást. Hát köszönöm szépen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép végszó, és én azt kívánom valamennyünknek, hogy ezt a minőséget találjuk meg, éljük meg, és legyen rá igényünk. Köszönjük szépen a figyelmet. Aki pedig végighallgatta műsorunkat, volt olyan bátor, annak a jövő heti lottószámokat szeretném most elmondani. Hagyd benne, szerintem.